Sokak számára biztosan ismert a történet. Ez a kislány ezt a mesét mondta el a Sárospataki Művelődés Háza és Könyvtára által szervezett versenyen. De nem ő volt az egyedüli, aki kimert állni a zsűri elé. Minden eddiginél többen, közel 70 kisgyermek vette a bátorságot és mondta el kedvenc meséjét. A mesemondó versenyt általában nagycsoportos oldásoknak szoktuk meghirdetni, de jelentkeztek középsős gyerekek is, de nagy részben nagycsoportos oldásokból állt a mezőny. Már nagyon régóta hagyományos könyvtárunkban, hogy mesemondó versenyt rendezünk az oldások részére, hiszen ez az első olyan megmérettetés számukra, amin először vesznek részt, és hát nagy izgalommal várják, hogy milyen az megnyilvánulni ennyi ember előtt. A gyerekektől már csak a szülők izgultak jobban, akik nem csak saját csemetéjük meséjét hallgatták végig, hanem szinte valamennyit. A sárospataki ovisok mellett tolcsvai, olaszliszkai és vajdácskai gyerekek is meséltek. Szabadon választott mesével készülhettek a gyerekek, pontosan azért, hogy a kedvenc meséjüket tudják elmesélni, és mindenki, aki a saját magának a mesét ki tudja választani. Nagyon szoros volt a mezőny, nagyon sok jó mesét és jó előadást hallottunk a délelőtt folyamán. A gyerekek nagyon felkészültek voltak, és sokszínű meséket hallottunk, egészen a népmeséktől a műmeséig, sokféle volt verses mesét is hallottunk, úgyhogy széles volt a tárház. Azt látom, hogy nagyon izgulnak egyrészt, másrészt az első olyan dolog, amikor kiállnak tényleg, és ennyi ember előtt elmondanak egy mesét, ami szerintem nagyon nagy dolog, és ezzel már nyert is a gyerek valamit, hogy egyáltalán ki mer állni. Másik dolog pedig az, hogy ők még ezt nagyon komolyan veszik, és hát van olyan gyerek, aki elszontyolodik így az első megpróbálkozás után, hogyha mondjuk nem ér el eredményt, de én azt gondolom, hogy nem kell szomorkodni, mert ezzel, hogy kiállt és már elmondott egy mesét, mindenféleképpen nyert. A szervezők minden gyereket egy kis csokival, egy könyvjelzővel jutalmaztak, a legjobbak pedig értékes könyvet vehettek át.